a Malév kiárusított repülési jogairól szeretnék beszélni. Az MSZP véleménye szerint elfogadhatatlan, hogy a Malév legértékesebb Európán kívülre irányuló repülési jogait a kormány egy offshore cégnek adta el, és egy olyan cégnek, amelynek komoly szerepe volt a Malév konkrét tönkretételében, a Wizz Airnek. Nem csak azért elfogadhatatlan ez a döntés, mert a Wizz Air, a konkurens légitársaság Magyarországon nem adózik. Hogy mennyire nem adózik, erről a vezérigazgatójuk, Váradi József nyilatkozta korábban, idézem, a Wizz Air Hungary 2010 áprilisa óta nem Magyarországon, hanem Svájcban adózik, azaz társasági adót, legalábbis a személyszállítással elért eredménye után Svájcban köteles fizetni. Magyar alkalmazottai nincsenek a Wizz Airnek. Tehát ez egy haszon nélküli kiárusítás a kormány részéről. A másik, ami miatt elfogadhatatlanak tartja az MSZP ezt a kiárusítást, az a Malév újraindításának a lehetőségei. Mi továbbra is azon a véleményen vagyunk, hogy az országnak szüksége van egy nemzeti légitársaságra, szüksége van Malévre. A Malév, mint márkanév jelenleg is az állam tulajdonában van, egy külön erre létrehozott projektcégben. Tehát ezzel a lépéssel a reményt veszi el a kormány azelől, hogy Magyarországnak saját nemzeti légitársasága belátható időn belül létrejöjjön. Súlyos hiba, hogy nem repülnek a gépek, és látszik Budapest idegenforgalmán, látszik a Ferihegyi repülőtér, amit azóta Liszt Ferenc repülőtérre kereszteltek, Ferenc, hogy a Malév kiesése komoly problémát jelent. Miért nem tartjuk jónak ezt a kivásárlást? A gyanúra is okot ad. Az előző Fidesz kormány által kinevezett Malév vezérigazgatóról van szó. Váradi Józsefet az első Orbán kormány idején tették meg a Malév vezérigazgatójának, ott szedte össze magát, nem tartok hosszú szünetet, tehát ott szedte össze magát mondjuk így légiforgalmi vagy repülési ismeretekkel. Közvetlenül a leváltását követően rövid idővel alapította meg a Wizz Airt, és mint tudjuk, a Wizz Air kezdeményezésére indult el 2010 végén az az Európai Bizottsági Vizsgálat a Malév ellen, amely a vizsgálat kedvezőtlen kimenetele miatt a Malévnak vissza kellett fizetni bizonyos állami támogatásokat, és a kormány erre hivatkozott a Malév felszámolása kapcsán. Tehát az a Váradi József, aki most megvette a legértékesebb repülési jogokat, tevőleges szerepet játszott a Malév tönkretételében. Az MSZP megengedhetetlennek tartja, hogy egy ilyen konkurens cégnek, amely effektív, ténylegesen benne volt a Nemzeti Légitársaság tönkretételében, csődbevitelében, ilyen jogokat, ilyen lehetőségeket kapjon, hogy egy ilyen kiárusítás keretében szűnjön meg a Malév újraindításának a lehetősége, hogy a remény, hogy belátható időn belül újraindítható, megszűnjön. Az a véleményünk, hogy a kormánynak előbb dönteni kellett volna, hogy mi lesz a Malév dolgozók bérének kifizetésével, mi lesz a Malév tartozások kifizetésével, mi lesz a konszolidációval, akar-e egyáltalán nemzeti légitársaságot, és csak ezek után kerülhetett volna szóba, hogy egyáltalán eladja, kiárusítja a legértékesebb repülési jogokat. Az, hogy ez egy fordított sorrendben történt, számunkra azt mutatja, hogy valami hátsó megegyezés van, valami olyasmi történt, ami ütközik az ország érdekével, ami ütközik a Malév újraindításának az érdekével, és ezért ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Röviden ennyi a mondandóm, és még szeretném bejelenteni, hogy ebbe a témában szeretnék hivatalos választ is kapni, tehát holnap a parlamentben interpellációt fogok benyújtani Németh Lászlóné miniszterasszonynak, hogy hivatalosan is választ kapjak ezekre a kérdésekre, mert számunkra ez így elfogadhatatlan.